az angyali üdvözlet. Olyan sok szép festményt, freskót láttam erről a jelenetről. Mindegyik valamilyen módon próbálja közelhozni hozzánk ezt a végtelen nagy titkot, ami emberi történelmünknek a legfontosabb pillanatát. Amikor az Úristen a számunkra felfoghatatlan szeretetéből lehajol hozzánk a szűzanya személyén keresztül, és kapcsolatba akar lépni velünk. És a szűzanyát választja ki, ezt a názáreti lányt, hogy ő fogadja be az Úristen szeretetének a titkát, az ő szent lelkének ajándékát, hogy általa születhessen a világra Jézus Krisztus személyében a minket szerető Isten. A világtörténelem legfontosabb pillanata, ahogy mi ezt teológiai nyelven a megtestesülés titkának nevezzük. De tulajdonképpen innen indul a mi Isten kapcsolatunk, innen indul a mi egész reményteli életünk, a Jóisten szeretetébe vetett hitünk. A szűzanyával együtt szeretnénk mi is igen mondani a Jóisten meghívására, amikor nekünk is feladatot ad. Amikor velünk is, általunk is kapcsolatot akar teremteni az Úristen, hogy életünk legyen, jövőnk legyen.